Na, guruljunk! Nem mondom azt, hogy ez az év első külföldi motoros túrája, mert az már megvolt, mikor Tenerifére sikerült kimenni februárban, de a Big Bay-et neki. Szóval az idei évben ez az első olyan túra külföldre, amit a motorral saját lábon teszek meg. Jelen pillanatban Ausztriában vagyok, Graz mellett, és innen fogok tovább menni észak-nyugati irányba, a 77-es úton, ezt meg akarom majd nézni. És Az eddig idáig tartó útot azt nem vettem föl, mert nem igazán volt olyan nagyon érdekes, bár amúgy hazudok, mert érdekes volt, ugyanis a Rábafüzesnél, ahogy átjöttem a határon, az 57-es út fele mentem le, kicsit ilyen délnyugati irányba, majd onnan Grácot alulról, délről közelítettem meg a 73-as úton, és az marha jó volt, nagyon ajánlom mindenkinek. Na szóval, én most észak-nyugati irányba a 77-es útra fogok fölmenni, egy kicsit ott szétnézek, és utána pedig lefele délnek fogok megindulni, ugyanis az eredeti terv az volt, hogy Szlovéniába vagy Horvátországba fogunk menni. Amúgy is jelenleg egyedül vagyok, és a többieket valahol össze kell szedni. Találkozni fogunk, és onnan pedig együtt fogjuk tovább folytatni, de hogy hova pontosan, azt még én sem tudom. Na szóval, gyerünk! Na, ez itt a 77-es útnak a teteje. Azta. Hello. Küde hiányzott már ez a látvány. A 77-es út is erősen ajánlott. Nagyon szép. Én pedig most meg fogok indulni Beledbe, és ott fogok éjszakázni, a többiekkel pedig holnap fogok találkozni. And the consequence.
szállító. Most már csak a szállást kell megtalálni. Jó, azt mondja, kötelező balra. Hát én nem megyek balra. Én jobbra megyek. Ja, bocsánat, fordítva. No, hol a szállás? Szerintem ez. Aha, megjöttünk. Ez a szállás. Szupi jó. Hogy ne fogjunk sok helyet, beállunk ide. Ah, hihi. Ott a tau, ott van lenn a tau. Az igen. Jó, ez az. No. Lehet, hogy ennek a Covid-nak köszönhetően egészen másképp működik itt a bejelentkezés, mint úgy szokott lenni, ugyanis zárva van az ajtó. És e-mailben küldtek egy kódot. Amivel be lehet menni. Jó, szóval. Nézzük tovább. Heidi Hall, oda kell menni. Megpróbálom. Hoppá, valamit elnyomtam. Újra ide-vissza. Na szóval, ez a Heidi Hall, ide kell jönni. Ott találok egy asztalt. Aha, ott vannak a, hogy hívják ezeket, borítékok. És az enyém a furst. Nem tudom, hogy miért, de a furst nevű. Ez az enyém, hogyha le nem verem a másikét. Szóval megvan a furst. És akkor az enyém az első szinten van, és a digitális kulcsot találom meg, és néhány információt. A check-in pedig következő nap reggelén fogjuk megcsinálni, és reggel 9-ig el kell vinni a recepcióra az irataimat, reggel 8-tól pedig reggeli check-out 11-kor. Jó. Na, hát elviekben ennyi. Ebben benne van a digital key. Megnézzük. Akkor első szint. Furst. Na, nézzük, hogy mi van ebben a borítékban. Gyorsan meglessük. Ó, ezzel kell bemenni. Hát nézzük meg, hogy be tudunk-e menni. Wow. Ezt bele kell dugni, de mit kell ezzel csinálni? Meg vagyunk. Hol a villany? Ó, de szép szoba. Itt van, csak valami pilácsot kéne gyújtani. Na azért csak jobban néz ki. Napfénynél. Úgyhogy most az fog következni, hogy mivel itt vagyok a parton, le is fogok menni azonnal a partra. Amíg még van fény, megpróbálok valami anyagot csinálni. A drónt azt viszem, mert ki tudja. Állítólag itt le lehet menni a tóhoz. Gyalog, mert kocsival, motorral nem lehet. Nagyon szép az a kis templom, ezt meg fogom nézni, hogy ez pontosan itt micsoda. De nagyon jól néz ki. Mondjuk nem ez a hacuka a legideálisabb ahhoz, hogy én elinduljak felfedezni a tavat, tót. Hát nagyon remélem, hogy arra kell menni. Na mindjárt meglátjuk, mert ugye a tó az ott van.
sikerült leérkezni. Nagyon szép tiszta a vize. Bár mondjuk most így visszatükröződik és annyira nem látszik, de talán ott az árnyékosabb részen látszik. Úgyhogy Itató. És ott van ugye az a szigetecske, ami rajta van a az a templom. És egy kacsa. Szóval ez itt a leghíresebb része a Bledítónak, az a kis sziget a templommal. Sajnálatos módon én már akkor értem ide, amikor a nap lement a hegyek mögött, és ezáltal már nincs fényben, nem világítja meg semmi. Viszont az a nyugati oldal, tehát ott a nyugati oldal, én meg reggel fogok lejönni, amikor keletről süt a nap onnan, és akkor próbálok meg majd róla csinálni valami felvételt. Az biztos, hogy az se lenne rossz, hogyha át tudnék menni oda a másik oldalra, de hát egyszerűen gondolom csak körbe kell itt sétálni, vagy megnézem térképen, hogy motorra gyorsan átruccanok oda, és akkor meglátom, hogy mi lesz. Minden esetre itt ez Atau. Na, nagyon jól néz ki egyébként, nagyon tetszik, nem voltam még itt, és kellően elfáradtam a mai napra. Időközben utána néztem ennek a templomnak. Aztán. Én hol jöttem le? Ja, én itt ezen a lépcsőn jöttem le, és még ott tovább is lehet menni. Hűha. Nagyon jól néz ki. Szóval ez egy neogótikus templom, 1905-ben húzták föl a korábbi templomnak a helyére, amit még 1000 évvel ezelőtt építettek, és általában gyönyörű freskók vannak benne, majd meg kéne nézni. De amit mutatni akarok, amit én eddig nem láttam, hogy itt van a templom, és nagyon közel hozzá, ott van a vár. Mivel ugye az a nyugati oldal, keletről reggel onnan fog sütni a nap, remélem akkor szépen meg fogja sütni a várat is, meg a templomot is azon a kis szigeten, és majd akkor fogok itt szerintem többet fotózni, meg videózni, akkor jobban megéri. Most pedig vissza a szobába. Hát én megmondom őszintén, hogy egy cseppet se bánom, hogy így történik a bejelentkezés, hogy nem kell a recepciónál ott áldogálni, meg kivárni a sort, meg stb., hanem ilyen pikpak digitálisan, elektronikusan működik. Megkaptam a kórot e-mailben, azzal be tudtam jönni, le voltak írva az instrukciók, amikkel ki tudom nyitni a szobát. Hát nekem ez így tetszik egyébként. Nem nagy mozgás van. Eddig még egy darab embert nem látom itt a szálláson. Fogalmam nincs, hogy van egy még valaki egyáltalán rajtam kívül. De második ránézése is tetszik a szoba. Nagyon szép, úgyhogy most már tényleg átöltözök kényelmesebbe. Lefürdök és keresek. Hát szerintem egy kis boltot, ahol tudok venni egy kis sört. És azzal el leszek itt az este folyamája, meg föl kéne hozzám még a cuccaimat. Na gyerünk! De azért kukkancsunk már a fürdőszobába is. Ez is teljesen jó, úgyhogy fürdés. A szememet eléggé kifújta a szél, meg az arcomat is, úgyhogy jó kis piros lett a fürdés után. Na, megyek, feltérképezem a környéket, és mivel töltőn vannak itt bizonyos akkumulátorok, ezért jó lenne, ha áram lenne a szobában, amit ugye úgy szoktak megoldani, hogy be van dugva a szobakártya abba a bizonyos helyre, oda, és hogyha azt kihúzzuk, akkor elmegy az áram. Na, de hát maradjunk annyiba, hogy nyilván magyar vagyok, tehát megoldom. Mégpedig úgy fogom megoldani, hogy belekerül az EU-s tojkártyám, és innentől kezdve minden jó és minden működik. Ezzel is megy a történet. Na jó, a kulcsot elraktam. El. Na, nézzük szét. Nagyon érdekelt, hogy ezen az úton kell itt bemenni, és hogy miért volt kirakva ez a kötelező haladási irány, vagy ez a nyíl, ez mit jelent, meg az alatt a levő szöveg. Szlovénul azért annyira nem tudok. És eszembe jutott, hogy van a Google fordítónak az az applikációja, amiben van az a bizonyos kamera funkció, tehát ráirányítjuk a szövegre és lefordítja, úgyhogy nézzük meg, hogy mit fordít le nekünk.
kivéve egy ideig imádat és lakosok. Na hát, ezért legyen okos itt mindenki. Megcsináljuk úgy, hogy szlovén-angol. Aha, except for a while, worship and residence. Tehát ez valószínű az lesz, hogy kivéve egy kis ideig, akik itt laknak, illetőleg ez a, mi is volt a worship? A worship az, nem fog eszembe jutni, ezt muszáj megnéznem. Most már nagyon érdekel, hogy mi az, de akkor visszamegyünk és lefordítjuk angol-magyarra. Azt mondja, hogy worship, imádat. Imádkozás? Ez azt akarja jelenteni? Hát, hogy imádkozás céljából lehet, vagy van kivétel imádkozás céljából, illetőleg akik itt laknak. Hát ez úgy jó meg van fogalmazva. Juhú, meg vannak a söribörik. Várjunk csak, honnan világít? Onnan világít. Na erre jövök, és akkor én is kapok egy kis fényt. Szóval megvannak a söribörik, két helyi sör, ez a Union, meg a Laskó. Laskó meg Union. Ők lesznek azok, és most látom, hogy ki van világítva a vár. Jelenlegi két barátom a helyet foglaltam itt a padon, a tópartján. Mégpedig itt vannak. Ők is gyönyörködnek a látványban, mert amúgy tényleg gyönyörű szép. Itt a tó. Ott van a kis sziget a templommal, ki van világítva, hála Istennek, és plusz még látszik ott a vár, meg még a templom is. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ez a hely. Nagyon tetszik. Úgyhogy most fogom a söröket meginni, és kezdhetem azzal, hogy lefertőtlenítem. Egyébként már eddig is kellett volna foglalkozni ezzel, tehát függetlenül ettől az egész vírusos hatacárétól. Akárhányszor ilyen dobozos sört, bármi ilyesmit veszünk, le kéne fertőtleníteni, hát szánkba vesszük. Úgy. Egy kis tömény alkoholt rányomok, azon kívül, ami benne van, mert szopószállal nem készültem. Fú, Isten, bogarak repkednek. Na nézzük az elsőt. Ez a Union. Szakértő nem vagyok, de mindjárt visszatérünk. Nem leittam magam, csak azt akartam hirtelen megnézni, hogy leittam-e magam, vagy nem, de hála Istennek nem. Szóval én nem vagyok nagy sör szakértő, de én azt tudom megmondani egy sörről, hogy jó vagy nem jó. Ez jó. Tehát ez az Union, ez jó. Ez egy egyszerű sör, és jó, és finom. Mennyibe? Ja, egy pizzériába vettem, akik már fél órája be voltak zárva, mert boltot nem találtam. Úgyhogy két sört kikönyörögtem tőlük, és ez volt 4,40 €. Mármint a kettő, tehát 2,20 €. Az mennyi? Nem olcsó. Most számoltam ki, hogy mennyiért vettem sört. Az igen. Nem olcsó. Na mindegy, szóval ez itt a parti sétány, itt a tó mellett. És el tudom képzelni, hogy mi van itt akkor, amikor tényleg főszezon van, és úgy tényleg be vannak indulva a turisták rendesen, mert most igazából ilyen nagy nyüzsgés nincsen. Úgyhogy így egész jól el lehet lenni. Főszezonban tudja, hogy ezt a padot ezt nem fogom üresen találni. Laskó kollégát se hagyjuk itt megmelegedni, úgyhogy most jön ő. Szépen megszórom őt is. Szóval ez az egész koronavírusos helyzet azt mondjuk engem is rádöbbentett arra, hogy sokkal többet kell gondolnunk és foglalkoznunk a higiéniával, mert néha olyan dolgokat nem tisztítunk meg, amiket meg kéne, illetőleg a saját kezünkkel is olyan dolgokat fogdosunk végig egy nap mint nap, ami hát annyira nem jó.
és utána gond nélkül megeszünk mondjuk egy fagyit, és ezzel a szánkba kerül, és a szervezetünkbe kerül minden, amit összefogdostunk. Ha más nem, csak az, hogy kifizetjük a fagyinak az árát mondjuk készpénzzel, és a készpénz azért nem arról híres, hogy hú de tiszta. Na, ennyit erről a elmélkedésről, de majd fog még következni, mert más dolgok is eszembe jutottak. Az embernek, amikor így... Na nézzük akkor Laskó kollégát. Kísértetiesen hasonlít az előzőre, de a másik jobb volt. Ez az Union nevű sör, ez jobb, kicsit olyan édeskésebb, vagy hogy fogalmazzam meg, igen, ezt így tudom megfogalmazni, hogy ízesebb és édeskésebb egy kicsit. Nekem ez az Union a kettő közül jobban tetszik. De hát ennyi pénzért tetsződjön is. És azért megyek én óvatosan, mert itt alszanak a kacsák. Elég merészek egyébként szerintem, hogy ide kijönnek a partra. Jól van. Nyögyöm a kis szívüket. Szépek vagytok. Szóval arrébb megyek, ahol jobb a fény. Szóval a következő jutott eszembe a mai napon. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én amiatt, hogy pedig nem volt túl sokáig ez a karantén, de amiatt, hogy le volt tiltva ez a nagy mozgás, és gyakorlatilag a külföldi túrák sem működtek, én egyszerűen elszoktam ettől a motorozástól. Nagyon fura dolog, de esküszöm, úgy éreztem, mikor ma motorra ültem, meg tegnap is, hogy olyan idegen az egész számomra. Olyan nagyon-nagyon érdekes érzés volt, és rengeteget bénáztam a mai napon. Például abban, hogy a navigációnak az utasításait, azokat rendszeresen nem vettem figyelembe. Tehát be volt ütve az útvonal, de nem figyeltem, hogy mit mond, mert el voltam gondolkodva. És kilométerekkel a keresztülés után esett le, hogy itt nekem le kellett volna fordulnom. Szóval kilóttam egy sort, és olyan dolgok jutottak eszembe, hogy rendkívül macerás ez a motorozás, a motorral való túrázás, úgyhogy amúgy kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, elmondhatjátok a kommentekben, hogy azok ellenére, tehát azok a hátrányok ellenére, például a pakolás, a cuccolás, az öltözködés, a minden, tehát hogy mindenért meg kell állni, ha valamit akarsz csinálni a motoron. Tehát ha nekem például most mai napon a szemembe ment valami kis bogár, amit kocsiban nyilván megoldok, de motorra meg kellett állni, és úgy kellett kipiszkálni a szememből. Szóval mi az, ami motivál, hogy motorral csinálja meg az ember? Mert sokszor eszembe jutott, hogy ezt miért motorral kell megcsinálni? Nyilván, ha van egy olyan dinamikája a motornak, amit egy kocsi, hát vannak olyan kocsik, amik tudják, de kevesen, és mellette pedig ugye nyilván sokkal dinamikusabban lehet vele haladni, parkolni, stb. Minden, csak sok a macera vele. Úgyhogy ez jutott eszembe, ez volt az egyik ilyen gondolat a mai nap folyamán, és van egy másik gondolat is. A másik dolog egyébként az nagyon érdekes, ez pedig úgy általában véve a YouTube-ról szól, a kommentelőkről, a véleményekről, stb. Ugyanis az utóbbi időben valahogy megtaláltak azok az emberek, akik igazából semmi más nem csináltak, csak fröcsögtek a videók alatt, és nyilván ezeket a videókat én azért csinálom, hogy legfőképpen saját magamnak ledokumentáljam ezeket a túrákat, emlékezni tudok így arra, hogy hol jártam, mit csináltam, mi történt. Ha ez másoknak is tetszik, akkor annak nagyon örülök. De vannak olyan emberek, akik úgy tényleg puszta rossz szándékkal és rossz indulattal írkálnak kommenteket, és már mondom őszintén, hogy ezen csodálkozok. Mert hogy ez miért jó? Nyilván ők tudják, hogy miért jó, és ők ezért csinálják, és az a jó, hogy én nem tudom, mert ha tudnám, akkor olyan lennék, mint ők. De
azért arról tudni kéne, hogy a YouTube-nak, ezeknek a YouTube csatornáknak van egy olyan funkciója, hogy be tudok állítani olyat, miszerint, hogyha bárki kommentel, akkor először azt nekem jóvá kell hagyni. Tehát, hogyha valaki beír valami oltári hülyeséget, meg fikázást, meg trollkodik, akkor azt először én fogom látni, és onnantól kezdve vagy engedem, vagy nem engedem. Nyilván nem engedem, nekem egyébként ez a funkció nincs bekapcsolva, de bármikor be lehet kapcsolni, mert nem, nekem nincs időm arra, hogy én állandóan előzetesen ellenőrizgessem, hogy ki milyen kommenteket ír. De ez ennyi. Másik, hogyha valaki negatív dolgot csinál, akkor azt a YouTube algoritmusa úgy érzékeli, miszerint keresett a videó, nézett a videó, érdeklődnek iránta. Tehát ugye, amit már régen is megmondtak, a negatív reklám is reklám. Tehát, hogyha valaki negatív dolgot ír, vagy dislike-ol, az ugyanolyan jó. Tehát nincs értelme megcsinálni. És még valamit, hogyha valaki olyan dolgot ír be, nyilván azonnal le lehet tiltani, és onnantól kezdve soha többet nem írhat, nem jelenik meg semmilyen kommentje a csatornára, és ennyi. Tehát nem értem ezeket a kommenteket, ezeket az embereket, de mindegy, nem is érdekel, ezt csak el akartam mondani, hogy nagyon könnyen kivédhető. Na, ez volt a másik, ami eszembe jutott a mai napon. És hát ez az a hely szerintem, ahova reggel le fogok jönni, mert azért itt van egy látvány. Inkább így fordulok. Szóval innen nagyon-nagyon jól látszik a vár. Megpróbálok elrébb jönni, úgy, hogy még ne esek bele a vízbe. Szóval nagyon jól látszik a vár, és a kis sziget a templommal. Egyébként szerintem ez a két olyan dolog van itt a Bledi tónál, ami feldobja, és ami miatt az emberek ide jönnek, és ez ennyire felkapott lett. Mert maga a tó, ebből ezer meg millió ugyanilyen másik van, nem egy nagy tó, meg se néztem, hogy mekkora a területe. Na mindegy. Szóval az a vár, ott azon a sziklaormon, és ez a kis sziget a templommal, ez valami gyönyörű. Úgyhogy szerintem ez a két olyan látnivaló van itt, ami miatt az emberek ide jönnek. Na, ennyi volt az este. Pihenés, holnap reggel pedig folytatom.